Üdvözöllek az Őszinte Forex YouTube csatornáján, ahol hétről hétre megmutatom neked, hogyan tehetsz szert extra bevételre, akár munka, gyerek és egyetem mellett Forex kereskedéssel. Lász Gábor vagyok, és a mai videómnak egy kereskedésem története címet adtam. Be fogom mutatni egy jelenleg is futó élőszámlás kereskedésemet, és megválaszolom az ezzel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket, hogy miért ott léptem be, ahol beléptem, milyen idősíkon kereskedek, hány idősíkot figyelek egyszerre, és a napokban kaptam olyan kérdést is, hogyha ilyen sok devizapárt figyelek egyszerre, akkor mennyi ideig tart ezeknek a kielemzése. Szóval ezekről lesz szó a következő percekben, igyekszem megválaszolni az összes kérdést, és utána bemutatom a teljes folyamatát annak, hogy én egy teljesen tiszta chartról hogyan indulok el, és hogyan elemzem ki a piacot, és hogyan jutok el a döntéshozásig. Szóval erről lesz szó a következő percekben. Hogyha érdekel a téma, akkor maradj velem, mert már is jövök a részletekkel. Kezdőkereskedők gyakran teszik fel maguknak a kérdést, hogy ez a forex kereskedés mennyire szerencsejáték, vagy tényleg lehet ezzel pénzt keresni, és amikor meglátnak egy teljesen üres chartot, akkor fogalmuk sincs, hogy hogyan álljanak hozzá ez az egészhez. Mit figyeljenek, milyen szempontok alapján hozzanak döntéseket, milyen idősíkon kereskedjenek, hol lépjünk be, hol lépjünk ki, hova rakjuk a stoppokat. Ezek mind nagyon izgalmas kérdések, és a következő percekben remélhetőleg sikerül mindezekre választ adnom. Mindezt úgy fogom megtenni, hogy átmegyünk a MetaTrader 4 felületére, és egy teljesen tiszta chárton fogom neked bemutatni, hogy én hogyan elemzem ki, hogyan kezdem el az elemzést, mindenféle indikátor és egyéb expert nélkül. Lépésről lépésre bemutatom neked a módszerem, így remélhetőleg te is könnyedén el tudod ezt sajátítani, és a jövőben tudod ezt alkalmazni. Jó, akkor menjünk is át a chartokra, és egy jelenleg is futó élőszámlás kereskedésemen keresztül fogom bemutatni magát a módszer, úgyhogy találkozunk a MetaTrader 4-en. Itt is volnánk a MetaTrader 4 felületén, egy teljesen üres chartot látsz, és hát igen, a munka az erről szól. Üres chartokat kell húzogatni, meg vonalakat, hát ez nem hangzik így túl izgalmasnak első hallásra. Én azt szoktam javasolni, hogy aki egy kicsit mélyebbre tud menni ebben a témában, az megtalálja ennek is a szépségét, és amit el szoktam mindig mondani, hogy a tőzsde bárki számára megtanulható, de nem mindenkinek való. Aki nem szereti a chart húzogatásokat, nem szeret elemezni, nem szeret stratégiákban gondolkozni, annak nem való ez a tevékenység. Ezt azért szoktam mindig kihangsúlyozni, mert ugyanúgy, ahogy én sem leszek ügyvéd, vagy asztalos, vagy bármilyen szakmát említhetnék, nem mindenkinek való a tőzsdei kereskedés sem. És csak azért, mert most nagy divat és nagyon felkapott téma lett, nem javaslom, hogy csak ezért vágjunk bele. Ha csak a pénz miatt kezdesz bele, de magát a folyamatot nem élvezed, akkor hosszú távon nem fogsz sikereket elérni a forex kereskedésben. Bármilyen furcsán is hangzik, maga a tőzsdei kereskedés semmi másról nem szól, mint az önmagunkkal való folyamatos küzdelemről, a félelmeink és a rossz beidegződésünknek a legyőzéséről. Maga a tőzsde nem egy bonyolult történet, ami igazán bonyolult, az az emberi gondolkozásmód és a hozzáállás. És ezért fogom most neked megmutatni a mai videóban, hogy egy egyszerű megoldást találtam erre, hogy pár vízszintes vonal és egy trendvonal segítségével pillanatokat ki lehet elemezni a piacot, és egyből tisztában látsz, hogy mi is történik a chartokon. Mondhatnád, hogy elég a rizsából, és vágjunk bele, nézzük meg, mit is kell csinálni pontosan, úgyhogy most egy pár lépésben végigviszlek ezen a folyamaton, nagyon egyszerű dolgokat fogunk csinálni, pár vízszintes vonalat és egy trendvonalat fogunk használni a teljes kielemzéshez. Meglepő módon ennél több eszközre nem lesz szükséged, tehát nem kell semmilyen indikátor, semmilyen expert, egyszerűen csak meg kell tanulni olvasni a chartokon. Mielőtt elkezdem behúzni a szinteket, két fontos dolog. Hetes chárton kell, hogy legyünk, és a periódus elválasztók be kell, hogy állítva legyenek, mert ezek fontos információt adnak arról, hogy jelenleg hol tart az árfolyam, melyik évben vagyunk, melyik hónapban vagyunk, attól függően, hogy melyik idősíkot használjuk. Ugye a hetesen egy periódus elválasztó távolsága az egy év elmozdulását jelenti, és most mindjárt be is fogom mutatni, hogy mennyire egyszerű egy pár vízszintes vonallal és egy trendvonallal meghatározni a fontosabb szinteket. Jó, akkor első lépésként behúzzuk a legfontosabb szinteket. Én így szoktam kezdeni a teljes elemzést egy teljesen üres chárton. Megnézem, hogy jelenleg hol tart az árfolyam. Ugye az idei év az erről szól, tehát ez a távolság az idei évről szól, és visszamegyek egy évet, akkor megnézem, hogy mi volt a tavalyi év legmagasabb pontja és a legalacsonyabb pontja, és ezekre húzok egy vízszintes vonalat. Ide, és ide. Jó, tehát kékkel megjelöltem a tavalyi év legmélyebb és legmagasabb pontját, ez az első lépés.
Amikor még az árfolyam itt tart a sávon belül, akkor addig nem nagyon szoktam visszamenni a múltba, de mivel már ezt a szintet is áttörte az árfolyam, ezért kénytelen vagyok még egy évet visszamenni és megnézni, hogy ott mi történt, és ezt is behúzom 2 évvel ezelőtti szintet, 2 évvel ezelőtti szintnek a legmagasabb pontjára és a 2 évvel ezelőtti legalacsonyabb pontjára, ezeket át szoktam javítani zöldre, vagy akár fordítva is lehet használni, ki milyen szint szeret, én ezt a 2 szint szoktam alkalmazni, és mindjárt megnézzük, csak itt közben kitöröltem. Jó, tehát be vannak húzva a szintek. Jó látható, hogy mind a 2 szint tört, de ez még nem annyira szignifikánsan, ezért lekicsinyítem, és visszamegyek még egy évet, és megnézem, hogy hol a következő elakadási lehetőség, és oda is behúzok egy viszintes vonalat, ez pedig ez a 3 évvel ezelőtti legmagasabb pont. Itt már nem nagyon húzom be az előző évnek vagy legalacsonyabb pontját, bár ezt is be lehet húzni, mert itt is jól látszik, hogy mi történt pontosan, de ennyire nem szoktam visszamenni az elemzésbe. Itt már, amikor a szint maga áttörik, akkor szoktam megnézni, hogyha egy szint törik, akkor mi lehet a következő célár, és behúzom ezt a viszintes vonalat is. Tehát 3-4 viszintes vonalnak a behúzásával meg tudom határozni a legfontosabb szinteket. Ezért fontos, hogy hetes csárton kezdjünk, mert itt látjuk madártáblatból, hogy mi is történik pontosan az adott devizapáron. Behúztuk a szinteket 3 évre visszamenőleg, és most megnézem, hogy hova tudok trendvonalat húzni, és jól látható, hogy az utóbbi időszakban, főleg az idei év kezdete óta megtört ez a trend, és elindult gyönyörűen az árfolyam. Ennyi ideig tart a fontosabb szinteket behúzni, és utána, amikor ezek a szintek megvannak, akkor megyünk mélyebbre és kezdünk el vizsgálódni, hogy mi is történik az adott szintek környékén. Tehát második lépésként, amikor megvannak ezek a szintek, akkor megnézem az adott szint környékén, hogy melyik volt az utolsó legmélyebb gyertya. Tehát a második lépés az az, hogy itt kezdem el finomítani a belépőimet. Tehát látom azt, hogyha elérkezett az árfolyam erre a szintre, akkor jó eséllyel, hogyha nem ment alá már testtel, akkor jó eséllyel elindulhatunk felfelé, de ugye ez nem fog azonnal megtörténni. Ezért a következő lépés az az, hogy megnézem, hogy hol van a legmélyebb gyertya. És itt volt a tavalyi évnek a lejövetele, leérkezett a 2 évvel ezelőtti szint környékére, egy kicsit alá is szúrt, és aztán fogta magát és csinált egy nagy kanócos gyertyát. Ha megtaláltuk a legmélyebb hetes gyertyát, akkor ennek a tetejére egyszerűen csak ráhúzunk egy viszintes vonalat, és a kanóc végére rakjuk rá a vonalat, nem pedig a testre, mert ez volt a legmagasabb pontja ennek a gyertyának. És amíg ez a szint alul vagy felül nem sérül, tehát ez az utolsó legmélyebb gyertyánk, amíg vagy alul vagy felül nem sérül, addig nincs dolgunk. És jól látható, hogy itt azért nagyon komolyan vissza is rántották a piacot, és utána több hét hónapon keresztül nem csinált semmi, csak ennek a színnek a környékén táncolt az árfolyam. Ha ez megvan, akkor még finomítjuk egy kicsit a belépőket, és még egy szinten lejjebb megyünk, lemegyünk a napos csártra, és megnézzük ennek az időszakhoz tartozó legmélyebb napos gyertyáját, ami itt is található, tehát ez a zöld gyertya volt az utolsó legmélyebb gyertya, tehát ennek a nagy lejövetelnek az utolsó legmélyebb pontja volt. És itt is ugyanazt fogjuk csinálni, mint az előbb, hogy ennek a legmagasabb pontnak a tetejére behúzunk egy viszintes vonalat szintén. Ezeket meg lehet jelölni más színnel, hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy mi is történik. Igazából magának a színnek a helye az, ami fontos, és már itt jól látható, hogy ezt a szintet milyen szépen áttörte az árfolyam, majd itt több hónap szórakozás után visszatesztelte ezt a szintet, és utána elindult az árfolyam. Na hát nálam ezek a legfontosabb szintek, tehát hogyha visszamegyünk a 7-es chartra, akkor azt látjuk, hogy volt egy utolsó legmélyebb pontunk, és igazából itt már nincs más dolgunk, amikor megvan az összes szintünk, akkor itt már lehet figyelni, a 7-es charton hagyom a grafikont azért, hogy lássam ezeket a fordulós gyertyákat. Ugye itt volt, hogy a napos gyertyának a szintje, és nagyon szépen a 7-es gyertya már nem jött alá, tehát itt egy nagyon szép fordulós gyertya volt, és aztán 1-2-3 hétig lehetett itt kereskedni, majd jött egy 2 hét visszateszt, és utána itt volt újra megint a fordulós gyertya, az már pedig a 7-es szint környékén volt, és a következő 7-es gyertyában el is ment ez a szint fölé, úgyhogy ennyi a dolgunk, ha be vannak húzva a megfelelő szintek, akkor a szintek környékén várok áttörést, visszatesztet, diszkontárat. Mindig erről beszélek, hogy diszkontáron akarok vásárolni, tehát nem a tetején vásárolok, hanem diszkontáron. És ezt türelmesen ki kell várni, meg kell nézni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 betelt, mire ez kialakult. De hogyha ezek a szintek be vannak húzva az összes csárton, akkor nincs más dolgom, mint a nap végén odaülni fél órában, és átlapozni, hogy mi is történik az adott szintek környékén.
Jó, tehát röviden összefoglalva három fontos szintről beszélünk, éves high low-król, tehát az éves legmagasabb és legalacsonyabb pontokról, és utána úgy finomítom a belépőket, hogy mindig megkeresem az adott szakasznak a legmélyebb hetes gyertyáját, vagy a legmagasabb hetes gyertyáját, és annak a tetejére ráhúzok egy vízszintes vonalat, majd lemegyek a napos szintre, és ennek az időszaknak megkeresem a legmélyebb napos gyertyáját is, és jól látható, hogy mennyire működnek ezek a szintek, és ezt várom el első körben, ugye én három dolog alapján hozom meg a döntéseimet, a szintörések, aztán legyenek gyertyaformációk, alakzatok és trendvonal. És nincs más dolgom, mint ezeknek a szenárióknak a kialakulását megvárni, és türelmesen ülni az adott csártnál, és figyelni, hogy mi történik az adott szintek környékén, és itt volt az első megerősítő hetes gyertyám, hogy kialakult itt egy nagyon szép fordító gyertya. Ilyenkor, amikor ez a fordító gyertya kialakul, akkor nincs más dolgom, megjelölöm ezt az időszakot, és megnézem, hogy a napos csárton hol tudok majd ebből profitálni, és ez a lényeg igazából, hogy volt egy szintörésem, visszateszt, mindig a diszkont árat keresem, és ennek a szintnek a környékén akarok majd belépni. Amíg ezek a szintek nem sérülnek, tehát a piros vonal alatt egyáltalán nem kereskedek. Tehát, hogyha itt alájönne az árfolyam és fölé menne, nem bántanám. Megvárom, amíg ráül az árfolyam, és már nem akar testtel a szint alájönni. Megvan ugye a szinttörésem, tehát az első megerősítés a szinttörés. Megvolt a szinttörésem, utána fogom, behúzok egy trendvonalat, itt van a trendvonalam, és gyönyörűen mutatja magát, hogy már itt ezekben a gyertyákban akár be is lehetne lépni. És itt még ugye a hetes szintem, a zöld vonalam, az még szignifikánsan nem tört, de ez már egy jelzésérték, és itt is, hogyha elindul az árfolyam, itt is meg lehet várni még egy visszatesztet, és itt van az újabb belépő. Tehát itt is megvan az, hogy a napos gyertyák, ugye ezek a marubazus gyertyák, amiről mindig beszélek, és naposon nem maradunk le semmiről, ha tudjuk, hogy milyen idősíkon és milyen szenáriókat keresünk, tehát mindig itt vannak a megerősítések, hogy megjöttek a vevők, és itt is itt volt egy kis dupla aj, és ezeket nagyon szépen meg lehet kereskedni, és itt már jelzésértékkel bír, hogy elindul az árfolyam. Tehát, hogy a kérdésekre válaszoljak, hogy például hány idősíkra van szükségem ahhoz, hogy meg tudjam hozni a döntéseimet, akkor jelentem, hogy összesen két idősíkra van szükségem, a hetesre és a naposra. A 4 órásra csak akkor szoktam lemenni, hogyha finomítani akarom a belépőimet, megvannak a napos megerősítő gyertyák, és esetleg lemaradtam egy kis mozgásról, és egy visszatesztet újra megvárva egy 4 órás gyertyába belépek, vagy pedig megnézem, hogy milyen alakzatok alakultak ki a 4 órás idősíkon, és ezek csak megerősítésként használom. De hogyha te nem mész le már a 4 órásra sem, és csak a hetest és a napost használod, akkor is itt van minden a csárton, nincs szükséged több idősíkra. Az elmúlt évek tapasztalatai számomra azt mutatják, hogy magának a day trade-nek igazából már nem sok jelentősége van, két ok miatt. Addig, amíg ezek a szintek nem alakulnak ki, ezek a szenáriók, a kis idősíkon sem lesznek jó trédek. Csak azért kereskedni, hogy minden egyes ilyen mozgásban benne legyünk, az elég macera és igazából nem tervezhető. Ezek tervezhetőek, és ezeket nagyon kis toppal, nagyon nagy meneteket el lehet kapni. A másik, hogy a napon belüli mozgások olyan szinten visszaestek, hogy egy komolyabb tréd, hogy egy 30-40-50 pipet szeretnék megfogni napon belül, akkor ezeket a trédeket is szinte át kell vigyem a másik napra, mert egy nap alatt nem fognak teljesülni a kis forgalom miatt. Tehát a kérdés az az, hogy neked mi a fontosabb, hogy nyomkod egész nap a gombokat, a semmiét, vagy megvárod türelmesen a jó kis szenáriókat, és akkor, hogyha visszamegyek a hetes csártra, akkor jól látható, hogy itt volt az én kis belépőm, és igazából az elemzésnek ennyi a lényege, hogy amikor megvannak ezek az időszakok, megvannak a szintek, akkor itt is megvolt a visszatesztem, itt még volt egy mély visszateszt, és ugye ez a kanoszos gyertyés hol alakult ki? Nyakvonalak szintjén. Tehát én ezeket a nyakvonalakat szoktam figyelni, ugyanígy itt ez a nyakvonal szintén itt van, és itt erre a szintre ült fel az árfolyam, tehát ezeket kell figyelni, és itt jól látható, hogy itt volt a fordító gyertyám, és én ebben a hetes fordító gyertyában vasárnap este 11 órakor, amikor megnyitott a piac, én beléptem, és én azóta 5 hónapja benne vagyok ebben a menetben. Ugye ezekre kell érdemes figyelni, mert ha megnézzük, majd mindjárt kitörlök itt azért pár vonalat, mert itt most már kicsit sokat húztam be. Tehát a lényeg az az, hogy van egy szintem, ahonnan fordult az árfolyam. Erről a zöld szintről. Első céláram mindig a tavalyi év legmagasabb pontja, ami ez volt. Tehát amikor itt volt az árfolyamon még lent, akkor első körben idáig várnám el az árfolyamat, eddig a szintig. És itt megnézem, hogy itt mi történik,
és ezt nagyon szépen áttörte, és utána megyünk a következő szintre, a 2 évvel ezelőtti legmagasabb pontra, és az is áttört. Hogyha ezek áttörtek, akkor utána megyünk a következő, a 3 évvel ezelőtti szintre. És most itt tartunk, hogy minden szint tört, ez is tört, tehát faltól falig megyünk, és addig, amíg a 7-es csárttal nem mész fel, és nem látod a hosszú távú folyamatokat, nem fogsz tudni ekkora meneteket elcsípni, mert nem hiszed el, hogy ezek a szintek megcsinálják egymást, tehát hogy faltól falig el fog menni az árfolyam. És itt is jól látható, hogy ugye mindig a második menet, tehát azt szoktam mondani, hogy mindig a második menet a nagyobb. Tehát itt volt egy ilyen A, B, C, D alakzatban megy fel az árfolyam, és itt kaptam el a visszatesztből, az első komolyabb visszatesztből. Miért fontos ez itt? Mert ide be tudtam tenni a stoppomat, és egy ekkora kockázattal ekkora mentet tudtam megfogni. És ennek még nincs vége. Viszont amikor már ilyen folyamatban vagyunk benne, itt nincs visszateszt, itt már hosszú távon nem fogsz tudni stoppot rakni, mert nem lesz hova. Ha lemennék kis idősíkra, biztos találnék egy előző aljat, ahova be lehetne rakni, de mi van akkor, hogyha fogja magát is ezt szignifikánsan visszateszteli ezt a szintet, és itt már simán ki tudnak ütni. Viszont itt a szintek közelében keresem a belépőket, mert ott vannak a nagy meneteknek az esélyei, tehát itt tudok elindulni a nagy menetekre. Hogyha már itt vagyok a folyamat közepén, itt már nagyon nehéz kereskedni. Itt most akkor lenne jó belépő, hogyha ezeket a szinteket mondjuk itt visszatesztelni, és itt egy mélyebb visszatesztre visszajön az árfolyam, úgy mint itt, akkor tudnék belépni felfelé. És sima csúcsvölgy elemzés, tehát visszatesztek, diszkontárak, és ugyanúgy az a folyamat fog történni, amikor visszajön ide az árfolyam, tegyük fel, hogy visszajön ide az árfolyam, itt is megkeresem az utolsó legmélyebb hetes gyertyát, ami mondjuk egy ilyen kis kanoncos gyertya, ennek a tetejére behúzom a vízszintes vonalat, és akkor fog ez a visszateszt úgymond elindulni, amikor ennek a hetes gyertyának a szintje törik, itt is megvárnék egy visszatesztet, ugyanúgy, mint itt, tehát semmi más nem csinálok, megvárom kényelmesen a visszateszteket, és diszkontáron igyekszem belépni, ide behúzom a trendvonalamat, és utána mehetünk felfelé a következő szintre. Ennyi a dolgom. Mondanék még pár gondolatot magára a stoppoknak az elhelyezéséről és a kiszállási lehetőségekről. Ezt sem kell nagyon túlbonyolítani, ugye mindig általában a diszkontáron szeretek vásárolni, tehát a visszateszteket megvárva a második lábba belépek, és az előző alj alá rakom be a stoppomat. Ha itt léptem volna be, akkor ide rakom, ha pedig itt lépek be, akkor meg ide raktam volna ennek a szintnek a környékén. Tehát mindig egy szinten lejjebb, az utolsó legmélyebb pontra raknám a stoppomat, és annyi, hogy még hogyha kiszállni szeretnék, akkor pedig megnézem, hogy mik a lehetőségek. Ugye elsődleges célárként megjelölhetjük ezt a szintet, itt akár ki is szállhattam volna, de itt mindig megnézem és megvárom, hogy mi történik az adott szint környékén. És itt eldöntöm, hogy hogyan tovább. Két lehetőségem van, vagy fogom magam is kiszállok, és azt mondom, hogy elteszem ezt a profitot, vagy pedig megvárom, hogy itt a hetes gyertya mit csinál a szint környékén, és azt szoktam csinálni, hogy itt követem tulajdonképpen az árfolyamot, amikor lezár a hetes gyertya, behúzok egy vízszintes vonalat, és addig, amíg ez a szint nem történik lefelé, addig nem bántom a pozíciómat, hanem hagyom, hogy fusson tovább, és jól is döntöttem, hogy itt hagytam tovább futni, mert most már megyünk a következő szintre. Nyilván itt még bármikor jöhet egy komolyabb visszateszt, de ennek nincs jelentősége, mert jó időzítettem a belépőmet, tehát bőven ki fog bírni egy sima visszatesztet. Itt viszont már nincsenek jó stop lehetőségek, még ha kisebb idősíkon be is szálltam volna, itt nagyon gyorsan el kell döntenem, hogy mekkora profit után hajlandó vagyok kiszállni, mielőtt még esetleg visszafordul az árfolyam és kicsapja a stoppomat. Tehát egyszerűen csak követem az árfolyamot, és addig, amíg ezek a szintek nem sérülnek, tehát addig behúztam ide is, ez sem sérült lefelé, behúztam, ez sem sérült, még ez sem sérült, itt már kialakulhat egy sortos gyertya akár, és jöhetünk lefelé is, és visszatesztelheti ezt a szintet, és megyünk tovább, nem tudom mi lesz, de az a lényeg, hogy amíg ezek a hetes szintek nem sérülnek, addig én bennmaradok a poziba, és jól látható, hogy egy darab piros gyertya sem volt, tehát miért szállnék ki? Tehát ezért nagyon jó ez a fajta kereskedési stílus, mert ha egyszer bent vagy. És aztán a következő szint, hogyha most egy kicsit lekicsinyítem, akkor még van itt erre hely felfelé, tehát itt jöhet akár bárhol egy visszateszt, és utána mi mehetünk a következő szintre. Ami még nagyon fontos, hogy miért nem építek például pozíciókat, mondjuk ha itt megtörténne egy újabb visszateszt, itt is be lehetne lépni. Én azért nem csinálom, mert ezt a fajta előnyömet, amit itt sikerült megszereznem, ezt én már nem akarom itt visszaadni, mert itt bármikor jöhet egy mélyebb visszatesz, kicsaphat, és akkor azt a profitot, amit itt megtermeltem, annak egy részét itt könnytelen lennék esetleg visszaadni, tehát én ezért nem építek pozíciókat, hanem én arra helyezem a hangsúlyt,
hogy itt jó időben, jó helyen be tudjak lépni, és akkor az ilyen hosszú menetekben bármilyen visszatesztet kibírok, és utána tudok menni fölfelé, és a céláram pedig ez az elsődleges céláram lesz, hogyha ezt a harmadik évet megcsinálja, és ennyi. És itt aztán kiszállok, és megnézem, hogy mikor lesz egy következő visszateszt, és akkor még esetleg egy rövid menetre, akár itt fölfelé be is tudok lépni. Tehát röviden ennyi a kiszállás és a stoppok elhelyezése, tehát nagyon fontos a jó időzítés, a stop helyszínek megválasztása, hogy hagyjunk elég stoppot azért, hogy az árfolyam tudjon mozogni, és ne üssön ki minden egyes kisebb hírnél, és itt már igazából a híreknek nincs jelentősége ezen a szinten, mert itt csak annyit csinál, hogy legfeljebb megdobja a kicsit az árfolyamat felfelé, ad egy lendületet neki, és gyorsabban jut a következő szintre, vagy gyorsabban megcsinálja a visszatesztet, és abból megy felfelé, de a híreknek trendfordító hatásuk nincsen, csak egyszerűen a piacnak adnak egy lendületet, ennyi a híreknek a jelentősége. Én ezért nem foglalkozok a fundamentális részekkel se, mert itt van minden a csártom, és ettől függetlenül, hogy mi történik a hírekben, meg a fundamentákban, attól függetlenül a szintek, akkori szintek maradnak, és ezek a szintek nem változnak, amióta kereskedem, ezek a szintek működnek, és nincs értelme mással foglalkozni, minél kevesebb információt van, annál jobb döntéseket fogsz hozni, itt van minden a csárton, nem kell menni sehova. És hogy azt a kérdést is megválaszoljam, hogy mennyi ideig tart kielemezni 28 devizapárt, 15 perc. Ugyanis ha már ezek a szintek be vannak húzva, akkor innentől kezdve nekem nincs más dolgom, mert ezek a szintek nagyon sokáig élni fognak, amíg nem törnek mindenképp, és utána még a visszatesztekre is lehet számítani, tehát ezeknek a szinteknek a környékére fog visszajönni majd egyszer az árfolyam. És ezek a szintek be vannak húzva, akkor fél órával zárás előtt, a napi gyertya zárás előtt odaülök, és átlapozom a csártokat, és megjelölöm azokat a szinteket, vagy azokat a devizapárokat, ahol látok jó esélyt a belépésekre, és mindig az első, amit megvárok, hogy ezek a hetes gyertyáknak a szintörése legyen meg. Addig, amíg ez nem történik meg, addig itt nem kereskedek, fogom magam, és átmegyek a következő devizapárra, és ezeket a szintöréseket keresem, szintörések utáni visszatesztek, diszkontált, trendvonal, és mehetünk felfelé. És mindig lesz egy momentum gyertya, ami jelzi azt, hogy na, most indulunk be. Ezek általában fontosabb hírek időszakában szoktak megjönni, és ezért szoktam nagyon sokszor megvárni, hogy a hetes gyertya zárjon le, mert itt mutatja meg, hogy volt egy visszatesztem, hogy én mindig a visszatesztből az összes elemzésem erről beszélek, első láb, második láb, az előző aj nem sérült, itt van egy kis csúcsom, ide beteszem a trendvonalamat, és ha a trendvonal törik, nem ez az aj, akkor egyszerűen megyünk felfelé. Ennyiből áll az elemzés. Tehát ez nem atomfizika, egyszerűen csak meg kell tanulni, megérteni a piacnak a működését, és ezt csak úgy fogod tudni megérteni, hogyha fent vagy a hetes csárton, és innen mész lefelé finomítani a belépőket, de ezt a hetes csártot figyeled, mert itt történik a varázslat. Tulajdonképpen ebben az egy videóban elmondtam minden fontos dolgot, amire érdemes figyelni. Ha ezeket megtanulod és elkezded használni, tehát behúzod a fontosabb szinteket, utána finomítod a belépéseket hetes gyertyára és napos gyertyára, és megvárod kényelmesen a szintöréseket, visszateszteket, és csak akkor kereskedsz, amikor arra tényleg jel van, és nem minden egyes menetben akarsz benne lenni, mert nem fogsz tudni pénzt csinálni ezekből. A pénz az itt van az ilyen nagy elmozdulásokban, mert itt egy kötéssel többet keresel, ez most jelenleg 1400 pip pluszban van. Tehát egy kötéssel csináltam 1400 pipet, stresszmentesen és nyugodtan, és nem kell minden percben figyelgetnem, itt 5 hónapja megy az árfolyam. És 3-4 ilyen kötéssel tulajdonképpen akár egy számlát is lehet duplázni, még kis kockázat mellett is. Hogyha odafigyelsz arra, hogy mikor lépsz be, az időzítés az mindig nagyon fontos, mert itt, ha időben elkapod kis kockázattal, akkor tényleg ekkora meneteket el lehet kapni. Ugyanígy jártam az NZD-CHF páromon, és a GBP-CHF párom is 5 hónapja futnak, és több ezer pippeket csinálok meg hónapok alatt, mindenféle kibeúrálás nélkül, stresszmentesen és mellette tudok élni is. Hát röviden ennyi lenne egy kereskedésem története, és jól látható, hogy én a hosszú távú kereskedéseket preferálom, tehát ez azt jelenti, hogy akár munka, gyerek és egyetem mellett is ezt kényelmesen meg lehet csinálni, és nem kell egész nap a gép előtt ülni, tehát lehet mellette életet, dolgozhatsz, tanulhatsz, bármit csinálhatsz,
és csak a nap végén egy fél órára odaül az ember, és megnézi a napos csárton, hogy vannak-e jó belépők, és hogyha belépek, berakom a stoppomat, és megyek a dolgomra. A napos csártnak annyi a idézőjelben hátránya, hogy lehet, hogy azonnal nem fog elindulni az árfolyam, hiába van meg a momentum gyertya, és lehet, hogy még napokig itt ülünk benne, és nem megy sem erre az árfolyam. Ezt lelkileg ki kell bírni, el kell fogadni, hogy ez a fajta kereskedés ez ezzel jár, hogy nem fog azonnal pluszba menni az árfolyam, de ez nem jelent semmit, mert itt is jól látható, hogy 1-2-3-4 héten keresztül nem történt semmi, de én akkor is ültem, és még többször vissza is jött az árfolyam szintre, ahol beléptem, majdnem ugyanoda visszajött az árfolyam. De hogyha a stoppom itt be van rakva, akkor itt az árfolyam teszi a dolgát, és idővel jön egy hír, meglendül az árfolyam, és már mehetünk is felfelé. Tehát ennyi a dolgunk. Remélem hasznosnak találtad a mai videót, és ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor keresd bátran, írd meg itt kommentben, szívesen várnék egy visszajelzést, hogy mennyire tetszett ez a fajta kereskedési stílus, és hát hamarosan találkozunk egy következő videóban. Na hát ez lenne az én kis piacelemzős módszerem, technikám. Most egy kicsit mélyebb betekintést nyerhettél a kulisszák mögé, hogy hogyan dolgozom a devizapárokkal, mennyi ideig tart egy devizának a kielemzése. Úgyhogy bízom benne, hogy tudtam egy-két új információval szolgálni a mai nap folyamán, és ezeket be tudod építeni a mindennapi kereskedésedbe. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a mai videót is, és hogyha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőséget megtaláld a videó alatti leírásban, úgyhogy mára köszönöm szépen a figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban, és tudod, csak őszintén.